Sziasztok, ez a Salva Vita Alapítvány podcastja. Szervezetünk 1993 óta segíti a fogyatékossággal élő emberek munkába állását, támogatott életvitelének kialakítását. Ez alatt a hosszú idő alatt sok megváltozott munkaképességű ember tisztelt meg bennünket a bizalmával, fordult hozzánk segítségért, így elég sokféle élethelyzettel találkozhattunk. Egyúttal rengeteg munkahelyet is megismertünk, ahol sok esetben mi magunk segítettünk abban, hogy elkezdjenek fogyatékossággal élő embereket foglalkoztatni. Podcast sorozatunkat ezért indítottuk, hogy az összegyűjtött tapasztalatokat megosszuk az érdeklődőkkel, illetve olyan embereket, szervezeteket mutassunk be, akik vagy amelyek a téma szempontjából fontosak. Én Kis Bea vagyok, szerkesztő, riporter, műsorvezető. Évtizedekig készítettem műsorokat esélyegyenlőséggel, hátrányos helyzettel kapcsolatos témákban a Kossuth Rádióban. Mai beszélgető partnerem Szentai Károly, web akadálymentesítő szakember. És hát induljunk is innen, mert az ember azt gondolná, hogy ez pontosan tudja, mit jelent, hogy web akadálymentesítés, de hát, ha belegondolok, nem tudnám meghatározni. Mit jelent ez, hogy web akadálymentesítés? Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Hát a web akadálymentesítés tulajdonképpen az a fogalom, hogy az interneten lévő információkhoz mindenki egyenlő eséllyel férhessen hozzá, függetlenül attól, hogy milyen eszközzel internetezik, milyen képességekkel internetezik, hol internetezik, milyen eszközzel tud hozzáférni az internethez, és ezekben bizony sajnos lehetnek ebben a hozzáférhetőségben akadályok, és az én feladatom az, hogy megtaláljam ezeket az akadályokat, illetve segítsek annak lebontásában, hogy valóban a hozzáférhetőség teljesüljön. Érdekesség egyébként, hogy maga a szó, az egy angol szóból, az accessibility-ből ered, amit ha lefordítunk, akkor az nem akadálymentességet jelent, hanem hozzáférhetőséget jelent. Az jobb, nem? Hát igen, csak azt szoktam mondani, hogy ha valaki azt mondanám, hogy én web hozzáférhetőségi szakember vagyok, akkor aztán végképp nem értené, hogy mert esetleg akkor arra gondol, hogy hogyan férek hozzá jelszóval, vagy jelszó nélkül, tehát kicsit átértékeledik ez a fogalom, hogy ezért inkább az akadálymentesség, vagy szoktam mondani azt, hogy akadálymentesen hozzáférhető legyen egy weboldal, vagy egy honlap. De most akkor én jól értem, hogy ez mindenre kiterjed? A nekem személyesen legjobb eszközre egy adott cél érdekében, a programokra, a betűméretre, a mindenre, amit én használok? Hát igen, ez, mondhatnánk azt is, hogy tulajdonképpen IT akadálymentesség. Én ebben alapvetően a webes szakterületre specializálódtam. De most akkor kivesszük az eszközt. Nem szabad kivenni az eszközt feltétlenül, mert ha most csak azt mondom, hogy valaki asztali számítógéppel vagy mobil eszközzel internetezik, már ott van egy eszköz függőség, és azért végül is az ehhez a szakterülethez tartozik. De az utóbbi időben egyre inkább bővül ez a kör, hiszen most már a mobil eszközökön sem feltétlenül csak internetezünk, hanem annak vannak saját szoftverei. És ami érdekesség, hogy most már kezd kibővülni avval is, hogy dokumentumok is számtalan mennyiségben keringenek az interneten, vagy e-mailben csatolmányként valaki kap egy dokumentumot, és ott is lehetnek akadálymentességi problémák. Tehát ezért szoktuk emlegetni... Ha én kapok egy dokumentumot, abban hogy van akadálymentesség? Hát rengeteg. Egy egyszerű Word dokumentum tele lehet problémákkal, kezdve onnan, hogy ott is például, hát lehet a megfogalmazástól kezdve, az, hogy milyen képek vannak benne, most vagy gondoljunk arra, hogy például nagyon sokszor szkennel dokumentumok keringenek, és például szkennel dokumentum egy mondjuk egy vakfelhasználó számára értelmetlen, tehát használhatatlan. Mert ez beolvashatatlan a program? Hát azt vegyük úgy, hogy beolvashatatlan. Ha meg lehet oldani, persze csűrös csavarva, de alapvetően azért az egy nagyon komoly akadály. Részletesen mindenféleképpen a különböző sérüléssel élő emberek probléma kötegével fogunk beszélgetni minden oldalról, akik velük kapcsolatba kerülnek, és az ő problémáikkal is, vagy nehézségeikkel, vagy megoldandó problémáikkal, de azért az érdekel, mert azt érzékelem, hogy tulajdonképpen ez az akadálymentesítés, ehhez nem kell nekem semmilyen nehezítettségem legyen, hogy akár célközönség legyek? Hát
Nem, nem kell, nem kell. De hát, hogyha arra gondolok, hogy az anyukám meg a lányom, hogy az, a lányom mit tanítgat anyukámnak, aki 80 fölött van az internet használatával kapcsolatban, nem látom, hogy az számára akadálymentesen használható lenne. Igen, 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 igen. Azt mondom, hogy mindenki érintett. Tehát induljunk ki abból, hogy nincs két egyforma képességű ember, és a mi képességeink, az egyéni képességeink is folyamatosan változnak. Napszakon belül. Hát gondoljunk abba, hogy reggel egészen másképpen frissen ébredünk, este már lehet, hogy egy szövegszerkesztéskor, vagy internetes böngészéskor már fáradtabb a szemünk, nem tudunk úgy koncentrálni. De ha említetted ezt a kort, szoktam azt mondani, hogy tulajdonképpen egy kisgyereknek egy csomó képessége hiányzik. Tehát az is egy képesség hiány, hogy nem tud olvasni. Tehát az is az akadálymentesség, hogyha ő találkozik egy olyan honlappal, amin csak szöveg és információ van, az neki akadály lesz. Idősebb embereknél valóban, tehát nekem is 79 éves az én édesapám, szoktam mondani, hogy igazándiból neki 79 éves, és ezért azokkal a problémákkal, amikkel ő szembesül, amit ő, ahogy használja a számítógépet, és ő igazándiból 10-20 éve használja a számítógépet. Nem az van, hogy tegnap kezdett el vele foglalkozni, csak egyszerűen a kognitív képességei 79 évesen, a látás problémái, azok bizony-bizony előjönnek. És ez mindegyiket érinteni fog. Tehát szoktam azt mondani, hogy igazándiból saját magam időskorára dolgozom előre, mert tudom jól, hogy én is ebbe a szituációba fog belekerülni. Ugye szoktuk mondani ezt a szép mondást, hogy az életünk a fogyatékosság felől a fogyatékosság fele tart. És ez valóban így van. Tehát egy ívet élünk le a képességeink kapcsán, és bizony ebben különböző pontokon lehetnek problémák. De azért abban teljesen igazad van, hogy tulajdonképpen a fogyatékosság helyett, akkor hogyha azt mondjuk, hogy idősebb, meg fiatalabb, vagy kisgyerekkorunkban is vannak fogyatékosságaink, sőt, bármikor mindig vannak, akkor lehet, hogy jobb, hogyha tényleg képességhiányról beszélünk, nem? Mert az egy kicsit olyan finomabb kifejezés. Igen, vagy olyan... és egyébként érdekes módon három képességzavart szoktunk megkülönböztetni. Ugye az egyik az ideiglenes képességzavar, eltöröm a kezemet, begyullad a szemem, begyullad a fülem, bármi lehet. Ezek ideiglenesen olyan szituációba hoznak engem, hogy bizony akár az internetezés, mondok egy extrán példát, valaki eltöri a jobbkezes, eltöri a jobbkezét, onnantól kezdve, amíg be van gipszelve a kezve, balkézzel kell egerésznie. Borzasztó élmény lesz neki, és ugyanazokkal a problémákkal fog szembesülni, hogyha ez nem akadálymentes az oldal, és mondjuk egy menü nehezen nyílik le számára, az ő ugyanúgy puffogni fog magába. A másik csoport az a szituációs képességzavarok, amikor valami olyan szituációba keveredek, például kimegyek napsütésben a telefonommal az utcára, nyilvánvalóan bele fog sütni a nap a képernyőbe, tehát kontrasztosság az nekem is teljes épp látással rendelkező ember számára is lehet az problémás, vagy nagy a hangzavar, nem fogom a YouTube videót hallani, kénytelen leszek bekapcsolni a feliratozást, abban a pillanatban szituációsan én egy hallássérült szituációba kerültem bele. És akkor vannak nyilván a tartós képességzavarok, amit klasszikusan fogyatékossággal élő emberek csoportjának szoktunk tekinteni, de ezek a problémák, ezek teljesen egyformák mind a három csoportnál. Ezért is szoktuk csinálni azt, hogy ha valamitnél elgördítünk egy akadályt, akkor az jó lesz azoknak is, akik állandó képességzavarral élnek, azok a szituáció, és azok a ideiglenes zavar van. De azért alapvetően a harmadikként említett csoporttal dolgozol, nem? Tehát akiknek állandó képességhiányuk. Hát azt szoktam mondani, hogy ők nem választhatnak. Tehát nekik... Ők téged választanak. Nem úgy, igen. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy igazándiból nekik nincs választási lehetőség. Tehát még egy idegen zavar esetén azt mondja, hogy hát puf, két hétig akkor nem fogok internetezni. Puf, letakarom a kezemmel, beárnyékom a telefonomat. Tehát most ennyi. Egy fogyatékossággal élő ember számára nincs választás. Ugyanakkor az is egy nagyon fontos dolog, és ezt szerintem fontos tisztázni, hogy nagyon sok üzleti szereplő például vevő arra, amikor meghallja, hogy ez nem egy kisebb célcsoportnak szóló probléma, hanem a teljes ügyfélkörét érintheti adott pillanatban mondjuk egy pénzügyi szervezetnek. Na, akkor ez azért fontos, később akartam ide kavarni, de ha már most ide jutottunk, mert hogy akkor viszont mondj egy példát, tehát hogy én vagyok a üzletember, haha, és mit tudsz nekem mondani annak érdekében, tehát hogy amit te most mondtál, arra mi a konkrét példa? Hát akár lehetne ez, amit említettünk, a kor. Tehát
simán kiderülhet, hogy egyszer csak volt már ilyen precedensnek, azt mondta velem egy szembeülő igazgató, hogy ja, hát ha így mondod, akkor igen, tehát ha az ügyfeleink korfáját megnézzük, akkor elég keményen eltolódott a közép és az idősebb korosztály fele, tehát minden, amit csinálunk, akkor ezek szerint fontos lesz nekik. Tehát ilyen típusú ráeszmélés bőven-bőven van. Hát de hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk egy idősebb korosztály kell, hogy célcsoportnak tekintsünk, akkor te mind változtatsz egy adott cégnél? Nyilván nem a betűméretű, azt én is tudom, de ezt az ember be tudja magának állítani. De az probléma, nem erről van szó, nem? De például az szokott lenni probléma, hogy hiába állítja valaki a betűméretet, mondjuk a telefonján vagy a böngésző programjában nem történik semmi. Tehát hogy egyszerűen az lesz az akadály, hogy úgy van lefejlesztve mondjuk egy honlap, hogy ha én felhasználóként mindegy, milyen indokból betűméretet nagyítok, akkor erre nem reagál a rendszer, és úgy marad. Vagy reagál, és megint tudok mondani egy példát édesapámról, aki egyszer föl volt, hogy fiam, valami számlázó rendszer volt, tehát 79 évesen ő még 1000-rel számlázgat, és mondja, hogy hát itt az van leírva, hogy kéne lenni egy gombnak, ő nem látja ezt a gombot. Hát de mondom, biztos, hogy ott van, de nem látja. És még ki nem derült hosszas kutakás után, hogy neki föl van nagyítva a betűméret a honlapon, és úgy az volt az akadály, hogy ha fölnagyította a betűméretet, akkor az a gomb, amivel mondjuk el kellett küldeni, az eltűnt a képernyőről, kilógott a kép, és azért nem látta, és akkor fölhívta az ügyfélszolgálatot, akkor mi volt erre a válasz, hogy ne nagyítsa ki a betűméretet. Hát de ugye meg nem látja. Úgy meg nem működik, tehát ugye ez nyilvánvalóan. Aha, és akkor például ezzel te tudsz mit kezdeni? Ezzel lehet, igen. Lehet-e minden? Ezt, nem szeretem, alapvetően próbálom kerülni azt a szituációt, hogy én magyarázzam el egy ügyfélnek, hogy miért is éri meg neki ebbe energiát tenni. Tehát én inkább a műszaki részét szeretem jobban, illetve a tervezői részét, de alapvetően van, amikor rákészül az ember, hogy el kell mesélni, és el kell magyarázni. És akkor általában ilyenkor nagy homlokcsapdósások vannak, hogy hát erre nem is gondoltunk, és akkor ez szokott csak segíteni. Lehet olyan, hát nem is tudom, hogy honnan fussunk neki a konkrétumoknak, mert most azt akartam kérdezni, hogy lehet-e olyan honlapot készíteni, de hát csak a honlapra terjed ki a te figyelmed, szakértelmed? Hát mondjuk azt, hogy az esetek 90%-ában igen, alapvetően a honlapokkal kapcsolatban dolgozom, de időnként ugye a mobil alkalmazások is szóba jönnek, ez egyre inkább előtérbe kerül. És ugye a harmadik áb, amit említettem, az pedig a dokumentumok, tehát valamikor abban is segítenem kell, hogy dokumentumok akadálymentessége. Ha mind a hármat tekintjük, amit most említettél, akkor lehet olyan felületeket létrehozni, amelyek mindenki számára akadálymentesek egyszerre? Vagy külön kell venni a látássérülteket, a hallássérülteket, az egyéb fogyatékossági kategóriákat, és akkor még különebb az értelmi sérülteket? Hát ez egy érdekes kérdés. Egyrészt tökéletesen akadálymentes rendszer nem létezik. Tehát biztos, hogy mindig lehet jobbá tenni. Szoktuk azt mondani, hogy ez egy maratoni futás, ami sose ér véget, tehát mindig csak mindig picit jobbá mindig lehet tenni. Mindig odébb viszik a célt. Igen. Tehát ez egyrészt biztos, hogy így van. A másik pedig az, hogy szoktuk emlegetni, és ez egy új, szintén egy, ha már itt fogalmakról beszéltünk, akadálymentesek hozzáférhetőség, én behoznám azért az inkluzivitást, vagy az inkluzív tervezést. És az inkluzív tervezés, vagy befogadó tervezés, vagy egyetemes tervezés, mindegy, nem mindegy, de alapvetően ezért a fogalmak itt nagyjából lefedik egymást. Ugye az valamilyen módon arról szól, hogy ne kelljen külön verziókat gyártani. Sajnos eléggé elterjedt, és ebben én napi szinten küzdök, hogy arra gondolnak például honlapok esetén, hogy kell csinálni egy honlapot, és abból kell csinálni mondjuk egy fekete-sárga színvilágú verziót a látássérültek számára, és akkor készen vagyunk. Ez eleve már egy rossz gondolkodás mód, nem tudom, ha belemegyünk, belemehetünk majd, de lényeg azt tudtuk mondani, hogy nem kell gyártani különálló verziókat. Talán két esetben lehet ennek létjogosultsága, pont az egyik, amit említettél, értelmi fogyatékos felhasználók esetén mondjuk egy egyszerűsített nyelvezetű, könnyen érthető verzió, azt ott nem tudom elképzelni, hogy párhuzamosan látom a szöveget egy honlapon, két módon is, tehát ez biztosan egy problémát jelenthet.
technikailag. A másik, amit pedig szoktunk kell megetni, az a jelnyelvi verzió. Szintén problémás lehet a tekintetben, hogy egymás mellett szöveget és jelnyelvi videóval átadott információ szintén problémás lehet, de minden más esetben észre sem kell, hogy vegye az felhasználó azt, hogy ez most számára egy akadálymentes oldal. Tehát nem egy verziót akarunk csinálni. Ahogy szoktuk mondani, hogy a közlekedési eszközökben is egy busz legyen, amit mindenki tud használni, bankautomatából egy bankautomata legyen. Tehát az inkluzivitás, az egy, a design for all, tehát a mindenkire tervezés elve, az itt is bizony, hogy érvényesül. Vegyük külön az értelmi sérüléssel élőket, vagy akik értelmi fogyatékossággal vannak? Szerintem igen. Ugye? Mert az egy másik, az én most coming out-olok, az én lányom, ő enyhefogban értelmi sérült, és különben, amikor az ő fogyatékossági ellátást meg, hogy akkor mit kell csinálni, meg a komplex minősítés, meg a nem tudom, micsoda, ezt kerestem, akkor én megkerestem a törvényt, ami csak egy oldal ugyan, de 3 napig próbáltam kibogarászni, és konkrétan nem értettem. Tehát, hogy a végén már sírva fakadtam, és elmentem a Szalva Vita Alapítvány honlapjára, ahol van egy akadálymentes verzió, és azt értettem meg. Szóval van ennek jelentősége. Van, hát egyébként igen, tehát néha túlbonyolítjuk a dolgokat. Tehát, hogy valóban néha azt mondanám, hogy a nyelvezet, az ugye ezért érdemes megkülönböztetni értelmi fogyatékossággal élő felhasználók esetében a könnyített szövegű verziókat, de összességében a közérthető fogalmazás, mint olyan, az egy alapjogunk. Szokták azt mondani egyébként, vannak, akik erre specializálódtak, hogy nem kell nekem 3 jogászi diploma ahhoz, hogy mondjuk megértsek valamit, amit tőlem mondjuk az állam elvár. Tehát az, hogy valami egyszerűsítettem, világosan legyen egy honlapon leírva, az egy alap dolog lehet, és ezért ebből a tekintetben független attól, amit mondjuk könnyített szövegezésű verzióként szoktunk kezelni. De például akkor ezek szerint a te tudásod kiterjed az ilyenfajta szövegeknek a megírásától egészen az IT megoldásokig? Nem. Én informatikus mérnök vagyok. Tehát nekem az alap az egyértelműen ennek a technikai vonzatai. A szövegezés az ilyen tekintetben nem az én szakterületem, én ezt azokra meghagyom, akik ebbe foglalkoznak, de volt olyan projekt nagy magyarországi banknál, ahol mind a ketten ott voltunk, tehát a technikai résztől én voltam, mint segítő tanácsadó, és bizony volt szövegezéssel kapcsolatos tanácsadó és segítő is, tehát ez szerintem így az egészséges. Hát ez lenne. Egy példát tudtam mondani, volt másik példa? Volt másik precedens, amikor ez így tényleg megtörtént? Mert azt hiszem, hogy ez lenne a természetes jó út. Talán olyan projekt, ahol az kezdettől fogva leültünk, és ott volt az asztalnál, és mindenki bemutatkozott, hogy te ez a kötelület vagy, olyan talán nem, talán ez volt az egyetlen, de az nem jelenti azt, hogy nincs a háttérben olyan szakértő, aki ebben is foglalkozik. Aztán majd rengeteg tengernyi kérdésem van, de hogy kezdtél el ezzel az egésszel foglalkozni? A honlapot szerint nagyjából 20 évvel ezelőtt kezdődött. Mi volt az apropó? Hát igen, ezt sokan megkérdezik tőlem, és sokszor felmerül az, hogy esetleg érintett vagyok-e valamilyen módon, akár családtagon keresztül. Nem, egyszerűen nem. Ahogy említettem, informatikus mérnök vagyok, és én igazából a világéletemben úgy gondoltam, hogy az informatika az nem egy ilyen, hát bár most csíkos ing van rajtam, de nem egy kockás. Nem is csíkos, kockás. Kockás, igen, de összességében nem egy olyan szakterület, amelyik nem az embert kell, hogy szolgálja. És egyszerűen úgy gondoltam, hogy valahol meg kell találni a minőségét az informatikának, és bármilyen furcsa, honlapok esetében is arra gondoltam, hogy lehet, hogy valami honlap szép, meg csillivilli, meg nem tudom, de hogy kell, hogy legyen mögötte valamilyen minőség. És azt kezdtem meg kutatni, hogy mit jelent az, hogy minőség. És akkor itt nyilvánvalóan az ember elgondolta, hogy milyen szabványok léteznek, milyen specifikációk, milyen ajánlások léteznek, és akkor nagyon-nagyon hamar ez eljutott oda, hogy akkor, ja, hát van egy ilyen lehetőség is, hogy ez az internetnek van ez a szépsége, hogy mindenkit ki tud szolgálni, és ez akkor elkezdett engem izgatni, hogy mit értünk ez alatt, és akkor belástam magam, és így jött. És akkor így nyilvánvalóan ez a felhasználóknak a segítése, ez önmagában egy jó dolog.
zárójelbe hozzátenném, hogy én eredetileg orvosnak készültem, tehát van azért valamilyen vonzódásom a fele is, hogy a humánum és az emberi dolgok. Segítő szakma, sőt elárulom, hogy még van egészségügyi végzettségem is, tehát ilyen tekintetben mondjuk anatómiai, élettani háttérismereteim is vannak, ami azért alapvetően segíthet ebbe a témában, de ez volt az, ami elindított, és ezért gondoltam, hogy ebben nem nagyon foglalkozott akkoriban nagyon Magyarországon senki sem. Ez nagyon furcsa, hogy pont mikor idejöttem, akkor gondoltam bele, hogy a fizikai akadálymentesítésre már törvényi előírások vannak, és az más kérdés, hogy még mindig nem mindenütt valósul ez meg az elvárások szerint, vagy akár a jogi kötelezettségek szerint, de hogy a webes, internetes felületen ilyen jogszabály nincs, ugye? Van uniós előírás? Magyar jogszabály is, rengeteg van. rengeteg van. Tehát már, hát ha most kivesszük azokat a törvényeket, amik általában egy fogyatékossággal élő ember számára az alaptörvénytől kezdve a fotón keresztül, ezeket ha most kivesszük, és csak specifikusan a digitális teret nézzük, 2018 óta él egy olyan magyar jogszabály, ami EU-s direktívából következett, ami minden közszférabeli szervezet honlapjának az akadálymentességét kötelezően előírja. Ez már jó néhány éve élő dolog. Valószínűleg nem véletlen, hogy én ezt nem vettem észre, mert hogy ez nem működik. Működik, szerinted? Onnan lehet esetleg észrevenni, hogy hasonlóan, mint mikor a GDPR bejött, ugye az adatvédelmi nyilatkozatok, mostanság ugye ez a törvény és ez a direktíva előírja az akadálymentességi nyilatkozat meglétét is. Tehát az már árulkodó jel, hogyha fölmész egy honlapra, és az oldalnak az alján ott van, hogy adatvédelmi nyilatkozat, meg impresszum, és ott esetleg találsz egy olyat, hogy akadálymentességi nyilatkozat, ahol az adott szervezet deklarálja, hogy ő ezen téren most hogy áll. Hogy most akkor minden oké, nyilvánvalóan nem feltétlenül, de hogy mi az, ami szerinte most ebben a tekintetben nála helyzetként fönnáll. De hogyha én felhasználóként nézem, vagy te felhasználóként nézed, magyarázod nekem, akkor az akadálymentesített verzió jelenléte bármelyik honlapon kötelező, vagy hogy akkor én oké, hogyha belemegyek ezekbe a dokumentumokba, akkor megtalálhatom, vagy sem, de hogy kell legyen mindenütt egy akadálymentesített verzió, vagy egy akadálymentes honlapnak kell lennie, ahogy te mondtad, az egyetemes tervezés szempontjai szerint. Az a legjobb, ha nem veszi észre az illető. Tehát ezt szoktuk mondani, hogy nem. Tehát alapvetően régenben volt, és sajnos sokáig azt mondom, hogy mai napig is hungarikumként azért jellegzetes egy olyan jel, ami általában a látássérültekhez kötődő jel, egy sárga körben három fekete pötty, ami hát ennek az előélete egy kicsit furcsa ebben, nem biztos, hogy most érdemes belemennünk, bár próbáltam ebben én annak kutatásokat végezni. Van olyan ország, ahol ez a hallássérültségnek a jele, tehát semmi köze nincs a látássérüléshez, de elterjedt valóban sajnos Magyarországon, akár állami honlapokon, akár privát honlapokon is ez a jel, és ez mind oda vezet, hogy ha azt megnyomja valaki, akkor majd lesz egy verzió. De itt pont a lényeg, hogy ne legyen verzió, ne vegye észre. Na jó, ez a lényeg szerintem is, szerinted is, de nem ez a törvény. De a törvény pont erről szól. A törvény arról szól, hogy egyenlő eséllyel, és sőt, az a vicces, hogy a törvény is úgy szól, hogy a felhasználók, nem azt mondja, hogy fogyatékossággal élő felhasználók számára legyen akadálymentes, hanem a felhasználók. Tehát amiről az kezdetben beszéltünk, hogy mindenki, az idős ember, fiatal, bárki, aki... Jó, de hát akkor ez egy fából vas karika. Nem, mert specifikálja azokat a követelményeket, ennek az egész webes akadálymentesének vannak irányelvei, illetve vannak szabványai. Ezek egy elég jelent, ezek 20 éves szabványok, tehát ezek elég régóta létező szabványok. Nyilván a technika fejlődik, mindig újabb és újabb dolgok jönnek be, de ez viszonylag jól van specifikálva, hogy milyen követelményeknek kell eleget tenni egy honlap esetében. Nekem van a munkámnak egy olyan része, amikor én auditálok, ami azt jelenti, hogy engem avval bíznak meg, hogy itt van ez a honlap, és mondjak róla a szabvány mentén
vizsgálja meg, és mondja meg arra, hogy a szabványnak megfelel, nem felel meg, ha nem felel meg, hol nem felel meg. És ez emiatt igazándiból valamelyest objektíven lehet értékelni egy honlapnak az akadálymentességét, bár szoktam mondani, hogy ha ilyenkor kap rá egy plecsnit az adott honlap, attól még lesz olyan felhasználó, akinek nem lesz ez jó, vagy lehet még jobbá tenni. Tehát ez nem egy egyszer letudható, egyszeri aktus, hogy akkor most ez most akkor akadálymentessé tettük ezt a honlapot. Azok a sztenderdek, amelyek alapján te dolgozol, hogy mitől akadálymentes egy honlap, azokat te szoktad tesztelni valós emberekkel, különböző fogyatékossággal élőkkel, vagy úgyis mindegy, mert a sztenderdhez kell tartanod magad? Én nagyon szeretem, hogyha erre lenne rá mód és lehetőség, és ha van rá, akkor ezt általában szoktam is javasolni az ügyfeleknek, akikkel én dolgozom. Néhányan eljutnak ebbe a fázisba is, hogy ügyfelekkel, illetve konkrét érintettekkel teszteljenek. Annyit kell tudni, hogy általában ezek a specifikációk, ezek a szabványok lehetőséget adnak arra, hogy azokat a nagyon durva hibákat, nagyon durva akadályokat kiszűrhessük, még mielőtt ez mondjuk egy ilyen úgynevezett felhasználói tesztelés fázisába kerül. Tehát mondok egy példát, hogyha van egy honlapon egy gomb, ami egy képernyőolvasó szoftver számára nem érzékelhető, akkor én hiába hív be valaki 3, 4, 5, 10, 15 látássérült felhasználót, tuti biztos, hogy nem fogják észrevenni, hogy ott van egy gomb. Tehát erre nem a legjobb megoldás egy vak felhasználót bevonni. Ha már kilőttük azt a problémát, hogy ott van az a gomb, de annak mondjuk van egy szövege, vagy ha azt a gombot megnyomom, történik valami, és azt ki tudjuk próbáltatni egy vak felhasználóval, és azt mondja, hogy neki ez így érthető, vagy azt mondja, hú, milyen jó lenne, ha azt is hallaná még, hogy. Na ez már egy olyan finomítás a dolgoknak, ami viszont már nem feltétlenül a szabványhoz kapcsolódik, hanem az úgynevezett használhatósághoz, vagy felhasználó élményhez is egy ismert fogalom, vagy elég közismert fogalom, ez a user experience, a felhasználó élmény. És azt szoktuk mondani, hogy ezért az első akadályokat érdemes lebontani, arra alkalmas valaki olyan is, aki nem érintett az adott képességzavarba, de utána erre ráépülve biztos lenne jó, hogyha kikérik tesztelés kapcsán véleményét érintetteknek. Ott ugye nyilván az a nehéz, hogy és akkor mely célcsoportok, mely fogyatékossági típusokat hívja be valaki mondjuk egy tesztelés kapcsán. Itt ilyenkor nekem mindig az a feladatom, hogy nagyon-nagyon látássérült, specifikus a gondolkodásmód. Tehát ugye szoktam azt mondani, hogy ha épített környezetről beszélünk, akkor valakinek azt mondja, hogy akadálymentesség, mi jut eszébe? Kerekesszék, rámpa, nem? Igen. Ez a klasszik igen. Példa, és akkor magyarázhatja az ember, hogy mondjuk egy épített környezetben mondjuk egy hallássérültnek milyen akadályok lehetnek. Digitális térben, ha valaki azt mondja, hogy akadálymentesség, akkor egyből arra gondol, hogy látássérülés. És nagyon nehéz elmagyarázni, hogy nem csak látássérültek lehetnek az érintettek, sőt, szerintem ebben te is tisztában vagy. Ha azt nézzük, hogy a fizikai, összes fizikai akadály, fizikai képesség zavart vesszük együtt, az még sehol nincs ahhoz képest, ahány kognitív képesség zavarral élő felhasználó vagy ember él. Tehát igazándiban a legnagyobb célcsoport nem a látássérült célcsoport, vagy látássérültek egy digitális térben, hanem sokkal-sokkal több probléma lehet. Csak sajnos a fókusz általában a látássérülés irányába indul el. Igen, de ez a te szempontodból még logikus is, hiszen az összes többi kognitív zavarral élő problematikája az nem technikai kérdés. Nem mérnöki feladat. Igen, de viszont avval is szembesülök, hogy viszont mindenki úgy veszi, hogy az internet az egy vizuális műfaj. És mikor én azt magyarázom, hogy az internet nem egy vizuális műfaj. Az interneten az információ szerzésnek, ennek a szabványnak van egy olyan pontja, amelyik arról szól, hogy észlelhető legyen az információ. Az észlelhetőség az lehet látás, hallás, tapintás, hát szaglás még nem, de ez a három, ez ott van. És ebből csak egy a vizualitás. Az internetnek, a webnek ez a szépsége, hogy amióta kitalálták, az nem arról szól, hogy azt nekem csak is látással tudom feldolgozni. Most innentől kezdve a legnagyobb probléma az, hogy ha valakivel elkezdek beszélni az akadálymentességről, mindenképpen a látványvilágban gondolkodik. Nem tudják elképzelni azt, hogy egy weboldalt valaki mondjuk képernyőolvasóval használ. Mert ott nincsenek színek, nincsenek betűtípusok, nincs betűméret, nincsenek hasábok, tehát hogy az egy egészen más világ, és annak a megtanulás, hogy mit jelent az,
az egy nagy kihívás, mert ezt nyilvánvalóan még maguk azok, akik a honlap tulajdonosok sem értik, hogy hát az ő honlapjukra föl lehet menni, akár képernyőolvasó programmal is. A tervezőkről meg ne is beszélve, mert ugye az érdemes azt is elkülöníteni, hogy egy honlapnál ma már régebben ugye általában mindent az IT-sok csináltak, a programozók. Ma már ez ketté válik nagy részt. Vannak az úgynevezett specifikálisan dizájnerek, tervezők, akik a felhasználó élményt tervezik, és csak utána jönnek a fejlesztők, akik ezt elkezdik kódolni. Most a tervezők meg nyilvánvalóan úgy az átvitt szószoros értelmében, hát úgy terveznek, hogy színek, betűtípusok, elrendezés, hasábok, és nekik azt kell megtanítanom, hogyha így munkába kapcsolatba kerülünk, bár ugye általában tanítok is, akkor, hogy ezt tanulják meg, hogy igen, lehet olyan élmény, ami nem a látványból következik. El kell borgaszkodni a látványtól. És ennek azért lehetnek technikai problémái is, tehát itt bőven-bőven van azért akadály. Amikor a COVID idején az iskolák muszáj voltak valami módon digitális tananyagot nyújtani, az én fiam még gimnáziumba járt, és akkor merült az föl nagyon-nagyon határozottan, hogy internetre szánt információknak a logikája más kell, hogy legyen. És ez mindenkit revelatív módon ért akkor, de hát neked ez a mindennap, nem? Hát igen. Tehát az, hogy ugye említettem az észlelhetőséget, akkor van egy másik alapelv, ez pont az érthetőség. Tehát, hogy minden információ, ami fölkerül a weboldalakra, vagy így az IT, vagy a térbe, a világhálóra, annak az érthetősége. És ott bizonyos számtalan olyan eset lehet, ami befolyásolhatja azt, hogy valaki érti-e. Tehát, hogy tipikus példát szoktam említeni az űrlapoknál, mikor kitöltünk egy űrlapot. Hát ott számtalan dolgon el lehet csúszni. Jöhetnek a hülye hibaüzenetek, hogy hiba van. És akkor de mi? Pont segíts nekem, hogy mi a bajod, miért nem jó az a karakter, meg 8 karaktert ír be, ne 3-at, meg tehát ott lehet egy csomó minden, ami a megfogalmazástól elcsúszhat, és az érthetőség ilyen tekintetben biztos, egy fontos dolog. Na, térjünk vissza a különböző képességhiánnyal élőkhöz. Nagyon nehezen átlátható számomra, tulajdonképpen ebből indultunk ki, hogy a nagy cégek, akik valójában a célcsoportod, gondolom én, mert hogy nekik van befolyásuk arra, hogy tágabb, nagyobb közeget elérve valamilyen módon kommunikáljanak, nekik miért érdekük, hogy valóban akadálymentes legyen az, amit ők csinálnak? Hát annyival pontosítanám, hogy nyilván van nekem szerencsére lekopogom a közszférából és az üzleti szférából is vannak partnereim. A közszférabeli szervezetek egyértelműen törvényi kötelezettség, tehát ott nincs appelláta, nyilvánvalóan nekik ennek meg kell felelni. Az üzleti szférának is lassan föl kell kötni a gatyáját, ugyanis 2025. júniusától kezdve, szintén egy Európai Uniós irányelv alapján már a privát szféra honlapjainak is kötelező akadálymentességet írnak elő, nem minden szektorban, de például említek egyet, a webáruházak, ami egy elég kemény történet, tehát elvileg jövő júniustól minden webáruháznak akadálymentesnek kellene lennie. De ugyanígy igaz ez a banki szolgáltatásra, a közlekedésre, meg számtalan más szférára is. Tehát ott is az jön elő, hogy egyrészt egy törvényi kötelezettség, ettől most elég sokan egyébként kicsit félnek, tehát érzem a piacon azt, hogy ez most előtt, hogy Jézus már a jövőre nekünk ennek meg kell felelni. De egyébként szerintem utána készérvekkel rá lehet azért őket vezetni arra, hogy ez nem feltétlenül csak jogászi kötelezettség, hanem teljesen kész üzleti érdekük is. Ugye szoktuk azt mondani, hogy ha például kiszolgálnak akadálymentesen mondjuk egy látássérült felhasználót, akkor ne egyedül csak őt vegyék figyelembe, hanem akkor a család is értelemszerűen elégedett lesz, mondjuk egy banki ügyfél esetében, vagy egy távközlési szolgáltató esetében, akkor lehet, hogy a család is azt mondja, hogy ugyanabba a flottába bemegyek, vagy ugyanazt a bankot fogom én is használni. Tehát ilyen tekintetben ügyfélszerzése is alkalmas. Arról meg nem is beszélve, hogy milyen mentalitás ad pillanatban az, hogy például valaki elveszti a látását cukorbetegség miatt.
idősebb korára. És akkor utána azt mondja neki a szolgáltató, hogy bocs, eddig tudtál nálam ügyet intézni interneten, most már nem. Eddig tudtál nálam bankolni, most már nem. Tehát ez az ügyfél lojalitás szempontjából is egy fontos tényező. Akik ügyfeleket akarnak magukhoz vonzani, nagyjából azoknak a szempontjait értem, hogy miért fontos ez a számukra. De mondjuk munkáltatóként a befelé kommunikációban, a munkavállalókkal való kommunikációban azért azt érzem, hogy mégiscsak az lenne inkább az ügyfél, tehát aki szeretne sérültként munkát vagy fogyatékossággal élőként munkát vállalni, annak az érdeke az, hogy akadálymentesek legyenek azok a felületek, amelyekkel a munkáltató dolgozik velük, vagy kommunikál velük, és hogy a cégeknek sajnos kevésbé, mert nagyon nem érzékelem azt, hogy a cégek tepernének, hogy sérült vagy megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmazzanak. Igen, jól említetted, ezt két felé kell bontani, erről eddig nem beszéltünk, hogy van a publikus felületek, ami mondjuk egy cégnél a kifele szolgáló, de ott is már lehet egy álláskeresésnél is, tehát egy megváltozott munkaképességű ember szeretne valahol álláskeresés kapcsán egy honlapra fölmenni, ott már ha akadályok ütközik, az már eleve probléma. Bizony, de akkor az az ő érdeke, tehát akkor most megint oda jutunk vissza, amit tulajdonképpen kérdeztem, hogy azon áll vagy bukik minden, hogy akarnak-e a cégek ezzel foglalkozni? Igen. Mert a fogyatékossággal élő embernek nincs választása. Igen. De hogy összesében az, hogy utána a belső úgynevezett intranetes rendszereknél mi az akadályozottság, vagy mi a belső rendszernél, az is egy érdekes dolog. Mondok de mennyire, hogy ezt akartam veled tőled kérdezni, hogy ilyen rendszerekben ről mesélj egy kicsit, amikor dolgoztál. Mondok egy példát, bár szerintem nevet nem nagyon mellék említeni konkrétan, de maradjunk abban, hogy egy tervező szoftver, egy világhírű tervező szoftveres cég, aki építészettel foglalkozik. Ott is előjött az, hogy akadálymentes legyen, és akkor józan paraszt észre elkezd gondolkozni valakit, de hát mondjuk egy épületet tervezni egy vak felhasználó nem fog tervezni épületet, egy grafikai szoftvert. Majd egyszer csak, amikor erről beszélgettünk, valaki háttérben megszólalt, hogy de Svédországban tudja, hogy a cégnél van egy megváltozott munkaképességű vak felhasználó, aki nem a tervezést végzi, hanem miután elkészült a terv, ő utána belőle az anyag szükségletet állítja össze, tehát tulajdonképpen egy ilyen adminisztratív munkát, és ő látássérült. Tehát, hogyha ez a rendszer működik, akkor az ő munkáját nyilvánvalóan nem a grafikai részével fogja segíteni, hanem az, hogy a grafikai tervekből előállt anyagköltség. És akkor mindenki ledöbbent, hogy jaj, tényleg. Tehát, hogy mindig lehet ilyen apróságokat, vagy mi elfeledkezünk például a színtévesztésről, vagy színvakságról. Ez lehet valaki broker, lehet bármilyen munkakörben, amit nem tekintünk klasszikusan fogyatékosságnak, de hát egy belső rendszerben, ahol mondjuk színek jelzik valaminek a státuszát. Ha ez rosszul van elkészítve, akkor az a munkavállaló nem fogja tudni használni azt a rendszert, mert nem fogja tudni megértelmezni azt, hogy mondjuk valami pirossal volt kiírva, vagy zölddel volt kiírva. Ez is az akadálymentességnek a része. Ugye klasszikusan szoktam megetni a színház foglaló rendszerek. Tehát belegondolunk, ott mi történik? Látom a nézőteret, és pirossal meg zölddel jelölik a székeket. Egy színtévesztő számára ez nem fog működni. Hogyan fogja megállapítani, hogy most melyik szék a szabad? Tologatja az egeret, és megnézi, hogy akkor rábök, akkor kírja, hogy bocs, ez foglalt. És ez belső rendszereknél bizony nagyon durván előfordulhat intranetes vállalati környezetben. Na, de megkeresnek téged azzal, hogy hogyan lehetne másképp? Tehát ilyen megrendelések vannak? Belső az viszonylag ritkább. Ez csak azért fontos, mert ugye a Szalva podcastban ez számunkra kiemelten lényeges, hogy munkavállalóként ez hogy néz ki, illetve a munkáltatók részéről ez hogyan néz ki, és hogyha ezzel egyáltalán nem foglalkoznak a cégek nagy általánosságban, akkor azért az egy súlyos információ. Azt mondanám, hogyha rangsorolni kell, akkor először kifele kezdenek el. Tehát ha ez szóba kerül, akkor először kifele akarnak ebben lépéseket végrehajtani, és csak utána jöhet az, hogy akkor a belső rendszerek. Tehát azt kell mondanom, hogy nagyon ott ritka. Még nem tartunk ezek szerint? Magyarországon biztos nem. Én nem tudok legalábbis arról, hogy ez működne ilyen szinten, hogy nagyon belső rendszereket elkezdenek átalakítani.
Furcsa dilemmák vannak ebben kapcsolatban. Múltkor például hallottam egy olyan sztorit, az nem üzleti célú volt, hanem közférelbeli szervezet, akinél, amikor kiderült, hogy akadálymentesség vonatkozik rájuk is, akkor előálltak avval, hogy hát nálunk minden munkáltató kötelező orvosi vizsgálaton vesz részt, és nálunk mindenki egészséges. Ezért nekünk ebben nem kell foglalkozni. Tehát valamilyen egészen, és nem értették a dolgot. De említhetném, ez a szintévesztés azért maradt meg bennem, mert volt olyan üzleti tárgyalás, amikor szintén azt mondta az ügyfél, hogy hát nekünk a ügyfeleink, mindenki épp, egészséges, semmi, ilyesmi nincsen. És akkor elkezdtem említeni ezeket, mondjuk a szintévesztés. Ja, hát tényleg, hát a főnök szintévesztő. Tehát a saját cégben a saját főnökük érintett volt, és előttem próbáltak bizonygatni, hogy ez az egész nem számít. Pedig aztán kiderült, hogy igenis számít. De ha nem jutsz oda egyáltalán, hogy téged hívjanak, vagy nem tudom hány szakember van Magyarországon, aki ezzel foglalkozik, akkor nem kerülsz olyan helyzetbe, hogy elmondhassd az érveidet. Hát azt kell mondanom, szerintelenség nélkül az elmúlt 20 évben igazándiból megtaláltak azok, akik meg akartak találni, tehát általában azért kapok telefont elég hamar, hogyha előjön. Az a kérdésed, de nyilvánvalóan nem sokan foglalkoznak ebben Magyarországon. Néhányan vagyunk, azt mondom, akik ebben olyan szinten foglalkozunk, hogy akár napi szinten is. Tehát volt egy aranyosan egyszer konferencián egy előadó azt mondta, hogy neki két név van beírva a telefonjába, és én például akadálymentes Károly néven szereplek a telefonjába, úgyhogy és a másik kollégának meg a másik névvel, de hogy azért mondom, hogy általában azért ez előjön. Olyan tevékenységet, hogy én elmenjek egy céghez, és küldjek nekik egy e-mailt, hogy akkor itt jönnék, és elsegítenék ebben, ilyenre nincs nagyon semmi időm, sem energiám, meg szerencsére nem is nagyon kell ebből. Tehát általában minimális szikrája már van az elkötelezettségnek, akár törvény oldalról, akár valami más oldalról, hogy megkeresnek, és akkor onnantól kezdve segítsek. Pedig a munkavállalás szempontjából ezek nagyon fontos tényezők lennének, hogy téged sokan zargassanak, vagy legyen még több szakember, mert hogyha a cégek ezzel egyáltalán nem foglalkoznak, akkor ez egy nagyon komoly nehezítő tényező, hogy vagy egy segítőnek, vagy a szülőnek, vagy valakinek folyamatosan kell segítenie azt a sérült munkavállalót, akivel ebből a szempontból nem foglalkozik a munkáltató. Hát igen. Igen. Mondok egy érdekes példát, az talán nem feltétlenül munkavállalóhoz köthető dolog, de elég sokan élnek például, vagy elég sok vak jogász van Magyarországon. És például sokáig a magyar közlönyök szkennelve voltak, meg a bírósági ügyek is. És akkor ők nem tudták elvégezni a saját munkájukat, mert nem fértek hozzá mondjuk a közlöny szövegéhez, vagy a különböző bírósági végzésekhez. És ott, mikor ezt szóvá tették, és ezért lobbiztak, hogy ezen ki ne változtatni, akkor jött ez a mentalitás, hogy hát vegyél föl a titkárnőt, és akkor majd a titkárnő segít neked. Tehát az önálló munkavész mondta, hogy nagyon szép és jó, de vasárnap este 8-kor nem tudom a titkárnőmet hazavinni, hogy akkor segíts nekem írni másnapra beadvány. Tehát az önálló életvitelhez bizony ilyen tekintetben ez egy elengedhetetlen. Jó, mondom, ez extrém példa, mert ilyen szempontból egy külsős példa, de egy cég esetében belül ez bőven elképzelhető. Az persze kérdés, hogy most ez megint prevencióként, hogy jelen pillanatban nincsen megváltozott munkaképességű egy adott szervezetnél munkavállaló, és akkor ezért nem lépnek ebben, de lehet, hogy egyszer csak ez lesz az akadály, hogy nem tudnak esetleg fölvenni olyat, aki ilyen tekintetben segíteni tudna mondjuk egy belső rendszer kapcsán. Az alatt a 20 év alatt, amióta te ezzel foglalkozol, hihetetlen, hogy mit fejlődött a technika, és most ugye a legújabb trendi dolog, amiről beszélgetünk, az a mesterséges intelligencia. Tehát a te munkádat el tudja venni a mesterséges intelligencia? Hát van rá esély. Van rá esély, bár jelen pillanatban az nem, messze nem állott a rendszer. Jó néhány éve azért próbálkoznak már avval, hogy lehet-e automatizálni a vizsgálatokat. Tehát fogok egy honlapot, leindítok egy programot, és azt mondom, hogy kedves program, mondd meg nekem azt, hogy ez a weboldal most akadálymentes vagy nem. Ilyenből létezik, ez az AI előtt is volt ilyen. Igen, és ez nagyon hasonló mondjuk egy vírusvédő programnak hasonló, a működéséhez, logikailag, nem? Logikailag hasonló, igen. Na most a probléma az, hogy ezek jelen pillanatban olyan nagyjából a hibák 20-25%-át találják meg. Tehát
Az, tehát még nagyon-nagyon messze vagyunk. Tehát a maradék, és ott is fals pozitív vagy fals negatív eredményt adhat. De tehát, miért? Ez nem tűnik logikusnak. Hát azért, mert ez az egész téma nem algoritmizálható. Tehát igazándiból egy felhasználó nem algoritmizálható. Tehát az, hogy akár ez beszéljünk erről az érthetőség, vagy bármelyik térszerű, tehát nem lehet erre algoritmust írni, hogy ha ez és ez teljesül, akkor ez érthető lesz. Tehát mindig lesz benne egy olyan faktor, egy olyan humán faktor, amit szerintem a gépek nem fognak tudni ilyen tekintetben elvenni. De mondhatok egy olyat is, hogy mondjuk van egy kép egy honlapon. Akkor ezek a rendszerek például jelenleg odáig nyúlnak el, hogy azt mondják, hogy igen, ez a képhez tartozik-e a vakok számára úgynevezett alternatív szöveg. És ha van ott egy kép, és az egy kutya van, és az alternatív szöveg az, hogy cica, akkor ezen át fog menni ezen a rendszeren. Mert ő állatot... Nem, ő csak azt csekkolja, hogy van-e ott ilyen információ. Az információ helyese vagy nem, az őt már nem érdekli. Na ebben lehet mondjuk előrelépés, hogy egy mesterséges képfelismerés az már eléggé jó helyzetben van, leszámítva az, hogy mondjuk a csivavát összekeveri a süteménnyel, mert ugye láttam ilyet is példát, ugyanúgy álltak a szemei a csivavának, de ettől függetlenül ez azt mondom, hogy lehetséges egy irány. De lesz szerintem számtalan dolog, ami muszáj, hogy ember nézze át, és ember mondjon rá véleményt. De a technika fejlődése, meg az eszközök fejlődése, az a te akadálymentesítő munkádat nehezíti, vagy segíti? Az elmúlt 20 évben, amióta csinálod? Hát azt mondanám, hogy ezek az eszközök annyira nem segítik ezt a munkámat. Tehát, ez azért érdekes, mert a vakok például azt mondják, hogy hihetetlen, meg a hallássérültek is. Az előző podcastban Kókai Gábor volt, aki a hallássérülteknek az akadálymentesítésével foglalkozik, és ő mesélte, hogy azért ő a mai nap, a 30 évvel ezelőttihez, hát el nem lehet mondani, elmondta, el lehetett mondani, hogy mit fejlődött a technika, és azáltal mennyivel lett az ő élete élhetőbb. Igen, azért ezt érdemes elkülöníteni valóban, hogy végfelhasználóknak az úgynevezett kisegítő technológiái mennyit fejlődtek, ez tényleg így van, de itt most alapvetően magáról, hogyha a weboldalakról, illetve az ehhez kapcsolódó dolgokról beszélünk, akkor ott én ekkora változást nem látok. Bár, hogyha nem csak képinformáció, hanem ha már itt effektíve podcastról beszélünk, akkor néhány évvel ezelőtt mondjuk ennek a podcastnak a szöveges átiratát, mert ugye most, ha ezt a podcast fölkerül valahova az interneten, és fölre kerül, mint hanganyag, akkor az nem lesz akadálymentes, mert egy hallássérült számára ez nem lesz akadálymentes, tehát ennek meg kell csinálni a szöveges átiratát. Ez jó néhány évvel ezelőtt, ez úgy zajlott, hogy a felvételből szépen ember fölvette a fülhallgatót, és bepötyögte, hogy én most azt mondom, hogy bepötyögte. Na most ez ma már egy hangfelismerő rendszer kapcsán viszonylag gyorsan lezavarható, bár ott is tévedhet, mert lehet, hogy félreérti a mesterséges intelligencia azt, amit én mondtam, de legalább egy gyorsítást, egy alapot ad. És ez ilyen típusú segítség biztos, hogy rá számtalan dolog lehet az akadálymentesség kapcsán is. Vagy éppen most hallottam nem utóbb, hogy a telefonoknál is most már a podcastoknál van olyan telefon, amelyik ott helyben írja meg az átiratát a podcastnek. Tehát, hogyha valaki beindít egy podcastot, akkor nem kell, hogy a podcast szerkesztője megírja az átiratot. Élő időben tudja fordítani. Úgyhogy ilyen tekintetben biztos, hogy vannak változások, de hogy te említetted a Covidot és a gyereket, az én gyerekem is egyébként így gimnazistaként élte át ezt a dolgot, mennyit fejlődtek az összes Zoom és a többi rendszer, azok nem voltak fölkészítve akadálymentességi szempontból arra, hogy mondjuk egy hallássérült lehet a hívásban. És az jól megfigyelhető volt, hogy az elmúlt pár évben mennyit fejlődtek ezek a rendszerek, a tekintetben, hogy mondjuk egy jeltolmács bekapcsolható, aki mindig látszik a képernyőn, a átirat elindítható, tehát egy csomó funkció hozta magával, és ez egyértelműen a Covid-nak köszönhető, hogy ezek felfutottak ezekben a szoftverekben. 2019-ben volt egy előadásod, aminek az volt a címe, hogy a laikusok szerepe az akadálymentesítésben. Erről egy kicsit mesélj, mert ez engem nagyon érdekel. Tehát, hogy mi lehet a laikusok szerepe? Mert olyan könnyű azt mondani, hogy én nem tehetek semmit. Hát mondok egy nagyon egyszerű példát. Fogsz egy Facebookot, és fölteszel a Facebookra valamit. Születésnapi fotót valakiről.
innentől kezdve tulajdonképpen az amint föltetted a fotót, bizonyos szempontból a te felelősséged, hogy az a fotó akadálymentesen mindenki számára elérhető-e. Feltételezem, lehet, hogy neked is vannak látássérült ismerőseid, nekem elég sok van, tehát én pontosan tudom, hogy azt a Facebook falamon fogja látni egy látássérült ismerősöm is. Innentől kezdve, ha fölteszek egy fotót, akkor ma a Facebook mesterséges intelligenciája megpróbálja detektálni, hogy azon a képen mi van, és ennek megírja az úgynevezett alternatív szövegét, hogy amikor egy képernyőolvasós felhasználó ezt nézi a Facebook falát, akkor tudja, hogy a képen mi van. Ha ezt te ki tudod próbálni egyébként, érdekes, érdemes megnézni, de van lehetőséged, hogy te írjad ezt be. Én ezt meg szoktam tenni. Tehát ott van egy funkció, aminél szépen kidobja egy kis alkalmazott, be tudod pötyögni. Hogy tényleg, hogy a látássérültek azt lássák, amit én tényleg láttatni szeretnék azzal a képen. Igen. Ez létezik. Hát ezt ki fogom próbálni, ez nagyon izgalmas. Az összes social médiában, tehát a Facebooktól kezdve az Instagramon keresztül, ezek mind ott vannak. Én ebből játszottam is egy kicsit, a blogomon van egy ilyen, ahol megpróbáltam ezeket tesztelni, hogy mit adnak ki és mit nem, egészen meglepő profi módon működik. De ez az egyik dolog, de kicsit, ha a céges világba visszatérünk, akár a munkavállalói dologban, azok pont a dokumentumok. A dokumentumokat általában nem IT-s kollégák írják. Tehát egy egyszerű Word dokumentumra gondoljunk, és azt a Word dokumentum, ha akár cégen belül kering, akár kikerül egy netre, ott bizony a laikusok fogják azt a dokumentumot jól vagy rosszul elkészíteni. És ott tőlük fog függni, tehát az már semmilyen IT-s gurútól nem függ, hogy egy Word dokumentumban, például akár ugyanez, hogy a Word dokumentumban beillesztek egy képet, ahhoz nekem kell annak a képnek megmondanom az alternatív szövegét, mert ha a cégen belül van egy látássérült kollega, és ő megkapja ezt a Word dokumentumot, nem fogja érteni ezt hogy mi van abban az információban. Szerinted, hogyha visszatérünk oda, és ez pont ezt érinti, amit most az imént mondtál, hogy a munkába állást segítő tényezőkben mennyire van szereped neked, vagy mennyire van szerepe az akadálymentesítésnek? Kicsit ott hagytuk el ezt a témát, hogy hát nem nagyon. Most erre visszakérdezek, hogy akkor tényleg gyakorlatilag egyáltalán? Arra gondolsz, hogy mennyire foglalkoznak a cégek ezzel az aspektussal? Nem merném azt mondani, hogy nem, mert az, hogy nekem nincs rálátásom, és nem feltétlenül ezekkel a feladatokkal bíznak meg, ezért nem mondhatnám azt, hogy nincsen, de ha azt nézem, akkor arra is figyelnünk kell, hogy ezek a belső rendszerek, ezek néha nem feltétlenül webes rendszerek. Tehát nagyon sokszor elavult, több évvel ezelőtti, lecserélhetetlen, már a cégnél ez bevált ezer éve, akkor ezt nem cseréljük le. Tehát vannak olyan ilyen őskövületek, aminél azt mondom, hogy talán még lehet, hogy technikailag sem egyszerű annak az akadálymentesítése, de ilyen típusú projektben én biztos, hogy nem vettem még eddig részt, ahol kifejezetten belső rendszereket kellett volna akadálymentesíteni. Lezárásként, mi az érdekes, izgalmas dolog most a te területeden konkrétan, ami annyira szakmai kérdés, hogy én nem is tudhatok róla, viszont érinthet engem. Ha tudnék róla, akkor érdekelne. Ma már számtalan olyan eszköz van, amit beszéddel lehet vezérelni. Akár már bankolni is lehet beszéddel. És ugye a beszéd is egy képesség. Tehát eleve onnan kell kiindulni, hogy az illető tud-e beszélni, tud-e azon a nyelven beszélni, nem dadog, érthetően tud-e beszélni, ezek ott problémát jelenthetnek. És hogy igazándiból az az érdekes, hogy kerülhetünk olyan szituációba, amikor visszatérve erre, hogy szituációs zavar vagy nem szituációs zavar, hogy mondjuk képzelj el egy autószerelőt, aki nyakig olajosan az autó alatt van, és kéne neki gyorsan egy információ arról, hogy de most milyen csavart kéne betekerni. Ugye nem egy elképzelhető dolog az, hogy most ő elkezdi megtörölgeti a kezét, megmossa a kezét, oda megy egy számítógép, elkezd pötyögni. Az viszont elképzelhető, hogy oda szól a gépnek, vagy a telefonjának, hogy ezt az információra neki szüksége van. És ott megint rögtön előjön az a probléma, hogyha ő tétezik föl, meg tudja szólítani a számítógépet, akkor azt az információ egyáltalán hozzáférhető-e az adott weboldalon, és azt az információt vissza tudja neki úgy adni, hogy azból értelmes információhoz kerüljön hozzá. Tehát ez ilyen tekintetben az akadálymentesének ez az aspektusa is izgalmas lehet, de ez a hang, ez biztosan.
biztosan izgalmas. Hát meg most újabban, hogy ezek a szemüvegek, ezek a virtuális térben való mozgás, tehát biztos, hogy vannak ilyen, de már az aggyal vezérelt rendszerek is, tehát ez is előjött. Úgyhogy ilyen rendszerek vannak. Azt kérdés, hogy ez mennyire érinti közvetlenül az internetet. Hát érinti, nem? Mert hogyha én az agyammal tudom ezt az egészet csinálni, akkor egy csomó akadály megszűnik. Igen, lehetséges. Lehetséges, de azok a technikai akadályok, amik ott maradtak, azok azt mondtam, hogy akkor mindegy, hogy mivel irányítunk, az akkor az problémát fog jelenteni. Tehát azt előtte ki kell onnan szedni. Neked muszáj az egyetemesség miatt egy általános alanyban gondolkodni, amikor akadálymentesítesz. Viszont a különböző fogyatékossággal vagy képességhiánnyal élőknek, vagy a megváltozott munkaképességűeknek nagyon gyakran speciális problémáik vannak. Hogy lehet ezt a kettőt összekapcsolni? Hát kezdjük abban, hogy nincs átlagos felhasználó. Tehát én azt tudom mondani, hogy ez a fogalom nem létezik. Normál felhasználó. Na szuper, ezt én is így gondolom. Normál felhasználó nincs, egyikünk sem normál felhasználó. Nem, hát pont az izgalmas, hogy meg kell találni azokat a vizsgálati aspektusokat, ami egy-egy célcsoportra kiegyezetten történik, de nagyon sokszor az a tapasztalatom, és ez évek alatt ez előjött, hogy ami egyik csoportnak segít, az nagy valószínűséggel fog segíteni egy másiknak is. Tehát ha mondjuk előző példára visszagondolva, képzelj el egy weboldalt, amin látsz egy gombot, és arra a gombra ki van írva valami, mondjuk azt, hogy mehet. Akkor a látóként te tudod azonosítani, hogy ez egy gomb, meg látod rajta a szöveget, és rákattintasz. A probléma az szokott lenni, például akadálymentés szempontjából, hogy lehet, hogy az a gomb csak egy gombnak látszó valami, amit a látók látnak gombnak, de az oldalban az nem gombként van megvalósítva. Innentől kezdve például egy képenyolvasó szoftver felhasználó nem fogja hallani, hogy itt van egy gomb. Ugyanez igaz annál a felhasználó is, aki... És ez egy programozási kérdés. Ez egy programozási kérdés. De ha mondjuk valaki beszéddel vezérelni a számítógépet, ez lehet egyébként ma már, ez nem is annyira UFO. Azért volt nehéz, mert például a telefonom, ami itt van a zsebemben, ez vezérelhető ma már hanggal. Teljes alapfunkció, ez pár évvel ezelőtt még tényleg egy ilyen UFO dolognak tűnt, ma már egyértelmű. Most kérdezzük fel, hogy azt mondja egy mozgássérült ember, aki hanggal vezéri a számítógépet, hogy meg akarom nyomni ezt és ezt a gombot. Na most, ha az nem gomb, csak gombnak néz ki, akkor a rendszer nem tud mit csinálni, tehát nem fogja tudni megnyomni ezt a gombot. Miért? Mert nem gomb, csak gombnak néz ki. Gombnak látszó tárgya, ahogy szoktam emlegetni. Most ez egy olyan probléma, hogyha ezt egyszer sikerülne kilőni, akkor abban a pillanatban vakfelhasználóknak a specifikus problémájára is találtunk egy megoldást, illetve arra a mozgássérült felhasználók is, aki mondjuk hangvezérléssel akarja ezt irányítani. Tehát itt nagyon-nagyon összeérnek a szálak. Persze van egy-kettő nagyon spéci dolog, ami csak egy-egy képességzavarral élő csoport számára lehet releváns, vagy nagyon fontos, de általában minden mindennel összefügg, és ezért nem annyira probléma az, hogy az ember csak is kizárólag egy célcsoport felé gondolkozzon. Nagyon szépen köszönöm. Szántai Károly web akadálymentesítő szakemberrel beszélgettem. Köszönöm mindannyiójuknak, akik velünk tartottak, Kis Beát hallották. Ez volt a Szalva Podcast 7. adása, amely a Foglalkoztatás 2023 pályázati program keretében készült, melyet a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat. Hallgassatok minket legközelebb is, és addig se felejtsétek a mottónkat, együtt működünk.